Jó, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. A mai témánk az lesz, hogy hogyan lehet a YouTube-ba pénzt keresni, és mennyi pénzt lehet keresni. Úgyhogy nagyon sok mindenkit érdekel ez a téma, ahogy láttam, nagyon sok videó készül a témában, úgyhogy ezt fogjuk a mai nap kifejteni. Az intro után el is kezdjük. A kérdés az, hogy megéri-e YouTube-ra csak azért videókat csinálni, hogy majd pénzt keressük vele. A válasz egyértelműen a nem, mivel nem a legjobb vállalkozási forma a YouTube, és nem jó csak teljes egészében a YouTube-ra építeni és a YouTube bevételre, mivel ez változó, ingadozó és egyáltalán nem biztos bevételi forrás. Viszont lehet pénzt keresni a videózással, ha ügyesen csinálja az ember, mégpedig többféleképpen és többféle bevételi forrásból lehet ugye, többféle bevételi forrás lehet teremteni. Az egyik ilyen a Google AdSense, ami a YouTube felületén lévő hirdetések után fizet neked, tehát ha megjelenik a videód előtt egy hirdetés, akkor ugye ebből te kapsz pénzt. Ugye sokkal kisebb összeg itthon, mint külföldön, úgyhogy sokkal rosszabbul is hoz, illetve nem olyan reklámok jelennek meg nálunk, mint például a külföldi nagy youtubereknél, úgyhogy ez a legkisebb bevételi forrás. Hogyha van partnercéged, akkor értelemszerűen az leveszi belőle a százalékot, tehát még kevesebb. Következő ilyen a szponzorációk, ami viszont egy elég nagy összeg, és ha van partnercéged, itt is leveszi a százalékot, viszont ez tényleg egy jó bevételi forrás is elég nagy. Ugye szponzorált videóknak többféle fajtája van, úgyhogy erre nem is térnék ki. Harmadik bevételi forrásnak mondanám a saját termékeket. Itt gondolok arra, hogyha mondjuk van egy webáruházad és pólókat, bögréket árulsz, vagy fotósként mondjuk Lightroom prezeteket, akkor ebből is tudsz bevételt szerezni, illetve ha blogod van, és mondjuk hirdetéseid is vannak rajta, nem úgy, mint nekem, akkor az onnan érkező hirdetésekből is tudsz bevételre szert tenni. Következő ilyen pont az az affiliate linkek, tehát nekem például ilyenek az Amazonos linkjeim, hogyha onnan vásárol valaki terméket, akkor én is kapok belőle egy bizonyos százalékot. Rengeteg ilyen fajta lehetőség van, ezeket ki kell kutatni, és ami éppen beleillik legjobban a YouTube csatornába, azt érdemes használni. A legutolsó pedig, amit így kiemelnék, az pedig a rendezvények, események, workshopok és ezek az olyan jellegű események, hát igen, az olyan jellegű történések, ahol ugye neked is meg kell jelenni személyesen, és mondjuk találkozhatsz a követőiddel, vagy oktatsz nekik valamit, vagy ilyesmi. Ez ugye szintén egy bevételi forrás, vagy ha mondjuk egy cég meghív egy rendezvényre, akkor oda elmész, ott megjelensz, ott vagy. Úgyhogy ez tényleg már tehát nagyon sok feliratkozó kell ehhez a szinthez, és tényleg le kell valamit tenni az asztalra ahhoz, hogy ebből tudj bevételt szerezni, nem ez lesz az első olyan dolog, amiből bevételt fogsz szerezni. Úgyhogy nagyjából ennyi lenne ez a kis videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha még többet olvasnátok erről a témáról, vagy szeretnétek, hogy még készüljön videó ebben a témában, akkor iratkozzatok fel, és a leírásban megtalálható a cikknek a linkje, ami ehhez a videóhoz kapcsolódik. Olvassátok el, ott picit sokkal részletesebben beszélek erről, plusz van egy ilyen esett tanulmány is, ahol le van vezetve, hogy egy youtuber mennyi pénzt keresett egy hónap alatt, mennyi megtekintéssel, és stb. Úgyhogy azt is nézzétek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, én Szabó Viktor voltam, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!